Hazánkban 2001 óta február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést és koszorúzást Szerencsén, a gimnáziumban és az áldozatok emléktáblájánál. Eleinte csak a diktatúra ellenzői ellen léptek fel. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést február 25-én Szerencsén. A reggeli órákban a Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai és pedagógusai idézték fel a múlt eseményeit. De azok is a kommunizmus áldozatáivá váltak, akiket saját hitük csalt kelepcébe, és mire rádöbbentek erre, már túlságosan súlyos árat fizettek érte. A tiszteletadás a Rákóczi út és Posta utca kereszteződésében lévő emléktáblánál folytatódott, ahol Nyíri Tibor polgármester osztotta meg gondolatait. Kiemelte, Magyarországon 1945-től a rendszerváltásig tartott a kommunista diktatúra, aminek közel 500 ezeren estek áldozatul hazánkban. A városvezető úgy fogalmazott, hogy ebben az időszakban a terror bárhol bárkire lecsaphatott, és a félelem uralkodott. Hangsúlyozta, azért kell emlékeznünk, hogy méltóak legyünk történelmi nagyjainkhoz, és 1956 hőseihez, akik az életüket adták azért, hogy a magyar nép megmaradjon. Két éven keresztül egy csodának volt részese az ország, amikor az önkényuralmat, a megaláztatást, a nélkülözést és a sárbatiprást mindenki lerázta magáról, Budapesttől Szerencsig és az ország minden nagyobb és kisebb településén. Természetesen a túlerő az győzött. Leverték, de 56. november 4-e után már soha nem lehetett az a hatalom, ami előtte volt. Ezt követően Nagy József szavalta el Gyóni Géza Csak egy éjszakára című művét, majd a megemlékezés zárásaként mécseseket gyújtottak, és koszorút helyeztek el az áldozatok emléktáblájánál.